Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Március 20-án hétfő este az Egyenes beszédet látják. Én Róna Jegon vagyok, két újságíró kollégával indítjuk az estét. Itt a mai műsorban Stumpf Andrást és Szakonyi Pétert köszönhetjük. Először szervusztok, jó estét kívánok. Sziasztok, jó estét. Keressünk egy komoly témát, hogy aztán elmenjünk egyébként szerintem ugyanennyire komoly témák felé, amik viccesen is hangzanak így első hallásra. A komoly téma az az, hogy a jelek szerint azok a kormányzati üzenetek, amelyeket oly gyakran lehet hallani a brüsszeli szankciók kapcsán, miszerint az okozza a magyarországi inflációt, először ugye háborús inflációt, aztán szankciós infláció, átmentek, ahogy mondani szoktuk, tehát a lakosság egy jelentős része megértette az üzenetet, és magáénak tudja. A Publikusnak van egy friss felmérése, a felmérés pedig úgy szól, hogy még decemberben a megkérdezettek 47%-a gondolta úgy, hogy ez igaz. Február 28 és március 6-a között 63%-uk vélekedett, úgyhogy Brüsszel tehet a magas magyarországi inflációról. Ez annyi, hogy egy politikai egérfogó talált a kormány, belerakja ezeket a kis sajtdarabkákat, az egyik ez a szankciós infláció, aztán lehet még a migráció, mert minden ezeket megtölt, és mindig elkapja a kis egeret. Legalábbis azt a 50%-nyit azt általában, az, hogy 60% az egy picit azért meglepő, de mehet még följebb is, pont úgy megy följebb, ahogy egyre kevésbé igaz. Sose volt igaz, de hogy minél látványosabban nem igaz ez az állítás, annál inkább hiszik el az emberek. Ez mondjuk azért talán hungarikum, vagy nem tudom. Nyilván kell hozzá egy elképesztő médiatúlsúly, meg az óriás plakátok, meg mindenféle, hogy ezt kapod minden nap, akkor el fogod hinni egy idő után, mert nem tudod miért, de így gondolod. Az óriás plakátnak van ilyen hatása. Ha megnézzük, hogy most hogy állnak az inflációs adatok. Már decemberben is az volt a helyzet, hogy 25% volt nálunk, még 11,1 volt mondjuk az EU-s átlag. Azóta 8,5 az EU-s átlag, és nálunk még mindig 25% az infláció. Vezetjük az egész sort. Tehát hogy a fenébe lehetne szankciós infláció, miközben az EU-ba, ahol azok a gonoszok ott Brüsszelben a szankciókat meghozták, valahogy nem hat. Nálunk pedig, vagy nem úgy hat, nyilván hat, mert van, ahol 4%-kal, van, ahol 11-jel megnőtt, de olyan, hogy 25 egész valamennyivel, mint nálunk, olyan nincsen. Abszolút Magyarország vezet. Úgy ráadásul, hogy ugye még, ez decemberben is így volt már, hogy a januárig még nem is voltak érvényben azok a szankciók, amire lehetett volna hivatkozni, hogy energiaszankciók miatt vannak ezek. Így van. Ráadásul kaptunk, amelyek érvényben voltak, azok ránk nem vonatkoztak. Tehát ez azért brilliáns egyébként ilyen politikai kommunikációs szempontból. Most mondanám, hogy brilliáns, hogyha nem közpénzből lenne, nem egy elfoglalt államnak az erőforrásaival csinálnák, hanem csak a ügyes taktikával, meg politika technikával. Itt nem ez a helyzet. De hát tényleg az van, hogy akármit, ebből látszik, hogy akármit el lehet hitetni az emberek 60%-ával. Nem, nincs az ezzel összefüggésben, hogy mennyire keveset jár a magyar külföldre. Járna többet, ha több pénze lenne, persze ezt lehet erre mondani, mert hogyha valaki külföldre megy, akkor azért szembesül azzal, hogy amit Magyarországon gondolhatna a kormány kommunikáció alapján mondjuk Nyugat-Európa helyzetéről, állapotáról, az ott uralkodó viszonyokról, hát abból őszintén szóval nem sokkal találkozik. Ez elbizonytalanító lehetne, azt gondolnám. András gondolatmenetét, annyival hagyj egészítsem ki, hogy az unió országaiban az infláció augusztus óta csökkent. Bizony. Tehát míg ott lefelé ment, Magyarországon föl. Tehát egy teljes ellentétes irányzat, tendencia volt tetten érhető. Hát a Németországban olcsó, bocsáss meg, a benzin meg a gázolaj, mint a háború kitörése előtt. Tehát... Nézzétek meg az energia inflációs adatokat, hát bőven a duplája a magyar az EU-s átlagnak, vagy több. Az élelmiszer az meg durvált nálunk, 45%, pontosan... nálunk meg valami 10 valami ott is. Tehát, hogy... Pontosan ez a döbbenetes, hogy az, amit mindenki a saját bőrén érez, minden nap, amikor bemegy a közértbe, a szupermarketbe valahol, és rádöbben arra, hogy 2000 forint egy kiló paradicsom, 1500 forint egy darab vaj, és akkor nem sorolom, mert a kenyér és mindennek az ára ilyen módon emelkedett, és ennek nem hisz a szemének. Azt hiszi, hogy ez egy valami ármánykodás eredménye, és nem a magyar kormány az, aki ezt az inflációt valamilyen módon begerjeszti, hanem a tőlünk messze
levő brüsszeli adminisztráció, a hülyebb bürokraták, azok miatt van nálunk ilyen magas infláció. Azt mondják a közgazdászok, hogy a kormány számára ennek az inflációnak az az értelme, hogy sokkal magasabbak a bevételek, és a kiürült kasszát, amit mondjuk a tavalyi választás előtti osztogatás is 27%-os áfa. Azt most vissza lehet hozni inflációs mértékkel. Ennél, bocsánat, ennél rosszabb a helyzet, András. Ugyanis nem csak mesélj, Péter. Egy picit alábecsüljük a dolgot, ugyanis vannak a kereskedelmi különadók. Tehát nem 27%, 31-nek mondják. 31%-ot fizetünk minden egyes vásárlásunk után az államkasszába. Tehát míg egyik oldalról Brüsszel a mumus, a másik oldalról minden harmadik forintot az államkassza kap. Ugye? Ezt nem kell magyarázni, de úgy tűnik, hogy az emberek... Azért kell magyarázni, egyébként azért ügyes, mert ugye a háborúról mindenki értesült. A háború még tavaly, ugye pont a választási kampányban teljesen jogosan félelmeket kelt az emberekben, mindenkiben, hogyha a szomszédba kitör egy háború. Az olyasmi, amit mindenki tud, hogy van. És erre ráhúzni az egészet. Ugye először te is említetted, a háborús infláció volt, ezt összekötve Brüsszellel, hogy rossz válaszokat ad a háborúra, és ezért vannak a szankciók, és ezért van az egész. Akármennyire megemelkedhet az ára a kenyérnek, akkor is az lesz, hogy egyre jobban fogják utálni a távoli Brüsszelt, meg a háborút, meg a bohóc Zelenszkijt, ugye, ahogy láthattuk például a március 15-i videókban is, hogy Kiskörösön milyen vélemények voltak a kormánypárti táborban. Tehát, és ez teljesen összefügg azzal, hogy a Putyin megítélése, stb. És egy darab narratíva nagyon jól felépítve, és hát elképesztő erőforrásat tálalva az országnak. Úgyhogy ezt máshol, nem ilyen berendezkedés országban, mondjuk, hogy egy klasszikus demokráciában, így, ahol nem birtokolja, amik a felületeknek a 80-90%-át a kormánypárt és körei, ott nem lehetne így átvinni, itt át lehet. Igazán dermesztő az, hogy tapasztalatom szerint a világlátott, széleslátó körű emberek, egyetemi tanárok, üzletemberek is ezt a maszlagot adják vissza. Ezt a maszlagot mondják. Elhiszik, vagy csak mondják? Szerintem ez meg... Ez nem mindegy. Nem mindegy, de borzasztóan nehéz szétszálazni, hogy mi a meggyőződésük, és mi az, amit úgy gondolnak, hogy mondaniuk kell, hiszen... A politika alapvetően identitás alapú lett. Sajnos egyébként, mert az értelmes beszédnek és a tényeknek annál rosszabb, tehát ezeknek most nem nagyon van terepe. Az van, hogy vagy ebbe a csoportba tartozol, és akkor természetesen az igazak seregének a tagja vagy, és minden más csoport pedig a gonosz és a sátán. Innentől kezdve olyan nem lehet, hogy a tieid okoztak valami rosszat. Bénák voltak, vagy épp csak szét akarják keresni magukat. Nem, tehát onnantól kezdve el kell hinni, érzelmi azonosulás van, nem pedig értelmi. És teljesen mindegy, hogy egyébként hány diplomád van, akkor is ember vagy, és az embernek az érzelem az ugyanúgy a része, mint az értelem. Nem fogja fölülírni az értelem, ez látszik, nagyon sok esetben, kevés esetben írja fölül az érzelmeket, az odatartozás érzését, fontosabb lesz számodra, és azt mondod, hogy igen, már pedig infláció, miközben csak meg kell nézni az inflációs adatokat, tényleg a KSH, Magyar Állam által fönntartott statisztikai hivatalnak az adatait elég megnézni, tényleg nem valami, azt pedig a Magyar Állam tartja fönt, amelyet most Orbán Viktor kormánya irányít. Tehát, hogy az elég lenne, hogy belássa valaki, hogy nem, ez maszlag, ez butaság, ez nem így van. De mondom, az érzelem az általában fontosabb. Tehát azt mondjátok, hogy az sem igaz, amit az előbb mondtam, hogyha a világot látnánk, hogyha többet találkoznánk a másfajta valósággal, mondjuk a nyugat-európai valósággal, az meggyőző hatással járna? Azért 10 millió ember nem tud menni. De hát persze. Bár a magyar romák tömegei most már dolgoznak Németországban, Angliában, Hollandiában, mindenféle munkákat. Igen, tehát hogy ők bizonyára tapasztalták. De nem csak a magyar romák tömege dolgozik. Nem csak ez, erről pont ma volt a Válasz Online-on nálunk egy cikk, és mivel szerkesztettem, ezért nagyon friss még az élmény. Egészen elképesztő, hogy tényleg hogy ürül ki, és hogy megy ez az ingázás most már nem falvak meg városok között, hanem Nyugat-Európában repülővel, ez korábban még nem Péter, volt. Valamit mondtál volna? Csak annyit, hogy a virtuális valóságot a fiatalsággal szokták összekötni. Az a probléma, hogy a virtuális valóságnak egy szelete már nem a fiatalok, hanem a középkorúak, idősek sajátja is. Tehát ők is egy más típusú virtuális valóságban élnek, aminek semmi köze ahhoz, ami a hétköznapi ember megél.
Azt mondta Orbán Viktor, ez nagy sikert aratott, amikor a március 15-i beszédet mondta Kiskörösön. Igen. Hát szóval Petőfi szülőházban. Nagy ember, nagy Petőfi. Nagy Petőfi Kiskörösön nem születhetett. Na, szóval azt mondta, hogy lenne egy 13. pont, mert hogy Petőfi odaírna a pontok elé, hogy legyen béke. De oda is írta, tehát azt mondta, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés, hogy ez ott is van. Hát és hogy, igen. De hát szóval... azt valaki komolyan gondolhatja, hogy az a Petőfi, aki harcolt, vagy a maga módján. Aki hát a maga módján tényleg harcolt. Hát igazán hogy... azt mondják, hogy fegyver azért nem nagyon volt az ő kezében. Kard volt az oldalán. Kard volt az oldalán. Aki ott volt Segesvárnál, aki írta azokat a verseket, amelyeket, az kiegyezett volna egy békében Hajnaúval? Nem, Paskievicssel, hiszen Hajnaú itt egy mellékszereplő volt, azért érdemes elővenni a Grassa György a Magyar Szabadsághoz története 1-5 kötetét, hogy itt tulajdonképpen nem a Habsburgok ellen veszített Magyarország, hanem az oroszok. Hát azt mondják, igen, hogyha csak az osztrákokkal kellett volna megküzdenünk, az ment volna. Nem véletlen, hogy be kellett hívni az oroszokat. Csak egy báb volt, Paskievics döntött el Magyarország sorsát 1849-ben, bocsánat. Tehát jó, de hát, nyilván vicces, tehát, hogy, de most őszintén nem erre számított bárki, hogy valahogy ki kell hozni, hogy Petőfi mekkora békepárti volt. De ez nem ugyanaz akkor, mert most rengetegen röhögnek ezen, én látom a Facebook tele van azzal, hogy most kiderült Bogár László szíves közléséből tudjuk, aki egy rádióműsorban mondta el, hogy Dózsa György egy külföldi ügynök volt, aki megbízásra lázította fel a magyarokat. Figyelj, ez biztos, hogy ebbe a mélységben nekünk le kell menni, őszintén kérdezem. Tehát, ez a Lipótmező, a hiányzó Lipótmező szintje, ne haragudj, tényleg, igazabban Andrásnak. Én nem, de hát... Van a nyilvánosságnak egy másik oldala, ahol mérvadó embereknek tekintenek olyan embereket, akik ilyen mondatokat mondanak. Igen, és az előbb beszéltük meg, hogy miközben az inflációs adat a triplája a nyugat-európainak, mégis szankciós inflációról beszélnek, és ezt elhiszik. Meg az is volt, hogy az oltás, ugye annak idején az volt még nagy sláger, hogy azért, mert a csippet ültetik bele az emberbe, azért, hogy majd mikor a nyugdíjas kort eléri, akkor megnyomnak egy gombot, és meghaljon, és ne kelljen nyugdíjat fizetni. Akkor meg ez terjed. Mindig terjednek pletykák, meg mindenféle. Az, hogy most van közösségnek nevezett média, ami se nem média, se nem közösségi, de ez most mindegy, Facebook, meg efélék, és ezen bármi baromság el tud terjedni, az mondjuk sokat segít annak, hogy ez ne a tulipán presszó szintjén legyen, hanem eljusson mindenhol. De figyelj, összefügg. Tehát azért, hogyha ezek nagyon gyorsan tudnak terjedni, akkor az igény ez lesz. Ha elterjednek ezek a dolgok, és a fogékonyság megvan, akkor lesznek, akik kiszolgálják rádióműsorban is. De mi a különbség a között, hogy valaki elmondja, hogy Dózsa György ügynök volt, a legveszedelmesebb ügynök, ráadásul így, vagy a között, hogy azt mondja, hogy Petőfi Sándor ugyanazt a békét követelné, mint most a magyar kormány? Ugyanaz a motiváció, hogy jelenre vonatkoztatva legyen valami mondás, az, hogy a külföldi ügynökök okozzák mindig a vesztünket, meg az, hogy igazából a Putyinnak megfelelő béke kell. Ráadásul Dózsa György egy magyar kisnemes volt, hogy lett volna külföldi ügynök? Hát attól még lehet, ugye megvették. Na jó, hát a Soros György, szerintem a Soros György. Jó, de hát... A háttérhatalom, igen. Itt van néhány olyan megmondó ember, én azt mondom, hogy elmeháborodott, tényleg klinikai eset, akik... Elhatárolódom, nem szoktam embereket minősíteni, de a mondatokat igen. De sajnálatos módon ez így van. Akiknek nem csak amit mondanak, hanem a múltjuk, ugye mind a két ember, aki ott beszélgetett, a szocializmus idején kommunista párttag volt, és pártitkár. Miről beszélünk akkor? Milyen joga van ez? Én bármi... ezt nem is tudtam például, ez biztos, hogy így volt? Így volt, így van. Boros Imréről ugye köztudott ráadásul, hogy ügynök, az vele kapcsolatban is felvetődött. És sőt, nem csak hogy felvetődött. Tehát ezek az emberek mi ügynökösködnek? Milyen jogon mondanak bárkilől bármit? Viszont, már bocsánat, újságíró kolléga, a Demokrata főszerkesztője, Bencsik András meg azt írja, hogy, sőt, beszél róla, ráadásul, hogy ha a jobb oldal vidéken ünnepel, lásd Orbán Viktor, ugye, ezek a kis vábbogarak Budapesten kitódulnak az utcára. Egyik pimaszabb, mint a másik.
És semmi mással nem foglalkoznak, mint a jelen nem lévő jobboldal gyalázásával, így az idézett Bencsik Andrástól. Idézzük akkor ezt Eszterházit bizonyos szint alatt és bizonyos szint fölött. Jó, én kérek akkor elnézést. Akkor mondok valami más. Dobrev Klára arról beszél, hogy elképzelhetőnek látja a Huxitet, erről ma még lesz egyébként szó az adásban, ennél sokkal részletesebben is, mert úgy látja, hogy a magyar politika folyamatai ezek, és az Európai Unió ezt érzékeli, ezt a veszélyt. Na, ti ezt hogy látjátok? Amíg az unió támogatottság olyan magas, és nő, a tendencia pedig növekvő, tehát ellentétben, Lehet, hogy nem egyértelmű, hogy Brüsszel az az unió? Lehet. Igen, hát ezt mesterien megcsinálták. Ezt a, ugye régen Moszkva... Csak fejezd be ezt a mondatot, tehát szerinted ez most így emelkedik, és azért nem valószínű a Huxit. Oly mértékű támogatottsága van a magyar lakosság körében az Európai Uniónak, hogy ez azt gondolom, hogy jelen pillanatban és a közeli jövőben elképzelhetetlen. Még a Fidesz szavazók körében is 53%-os támogatottság. Igen, csak nem néztétek meg ennek a legutóbbi kutatásnak, és szerintem nem volt ilyen kérdésfeltevés, de hogyha volt egy nagy elemzés arról, hogy miért szeretik a magyarok az uniót, és alapvetően a pénz volt a fő, mert hogy onnan jön a pénz, és akkor az nekünk jó, meg a mozgásszabadság. Amint nem jön a pénz, nagyon könnyű megváltoztatni a közhangulatot. Lásd, és akkor itt visszatérhetünk arra az első pontra, amit most megtárgyaltunk, hogy 60% szerint ugye a szankciós inflációt. Igen, nem jön a pénz azon a módon, ahogy azt a kormány várja támogatás formájában. De ha jön-e a pénz, ha kilépünk az unióból, a mozgó tőke oldaláról, tehát hogy... Nyilván nagyon rossz ötlet lenne kilépni az unióból, szerintem. Ez az én magánvéleményem, de szerintem mondjuk akár az egész szerkesztőségem nevében is mondhatom. Nagyon rossz ötlet lenne. Ettől függetlenül, hogy a politikai érdek van, akkor meg lehet lépni. Hát mennyi nagyon rossz ötlet? Hogy bejött az angoloknak is? Gondoltátok, hogy az Európai Néppártból ki fog csekkolni a Fidesz? Így, hogy nem az gondoltátok? Az várható volt. Nem érte viszont meg nekik ennél, ugyanúgy. Viszont indirekt módon, ugye én elég sok üzletemberrel beszélek, iszonyatos görcs van már most, hiszen a dohányboltok államosítása, itt már keverem a fogalmakat, tehát a dohány koncesszió és a dohányboltok államosítása kismiska volt ahhoz képest, ami most várható, hogy ugye az építőanyag kereskedelmet is államosítják. Itt már ide befektetni azért csak nagyon bátor ember mer külföldről, hiszen azt látja, hogy itt termelnek különböző nyugat-európai, főleg osztrák építőipari cégek, és ezzel csak azt mondják, hogy te nem adhatod el oda, amit te termelsz. Azért nem valószínű, mondjuk, hogyha az autóipart nézzük, vagy azt, hogy tényleg akkor vámokat kéne fizetgetni, stb. Nem érné meg itt lenni, miközben akkumulátorgyárakat építünk miattuk. Nem azt mutatja, hogy ki akarnának lépni az unióból azért. Én csak azt mondom, hogy ha a pénzforrás, ugye egyrészt az uniós pénzek, a másrészt meg a külföldi tőkebefektetések. Ez utóbbi nagyon keményen érzi, vagy érezheti azt, hogy bocsánat, ide nem. Hát igen, amit András mondott, azért van igazság, tehát amikor az akkumulátorgyárak számára az egyetlen vonzerőt azt jelenti, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, így másképp elveszítjük azt a versenyelőnyt, amit mondjuk más unión kívüli államokkal szemben fel tudunk mutatni, akkor nem érdemes kilépni. Ez igaz, de azt kell látni, azt is látni lehet, nem kell, azt is látni lehet. Azok a nagy beruházások jönnek, amiben a magyar állam a mi pénzünkből súlyos 10 és 100 milliárdokat tol be, mert máskülönben nem jönne. Hát igen, valami okot kell találni ahhoz, hogy miért vagyunk annyira vonzók, bár különlegesek vagyunk, ugye ezt is elmondta Orbán Viktor. Igen, mindegyünkben kis Petőfi van mindegyikünkben, úgyhogy ezt miért tárgyalni kell. Láttam is a lázadás jeleit, úgyhogy csak vigyázz. Köszönöm szépen, Viktor. Nagyon szívesen. Köszönöm.